A következő beszélgetést a témája apropóján kifejezetten nagykorú nézőimnek ajánlom. Hello, sziasztok! Ez itt a Hülye vagy soron következő epizódja, ám ezúttal nem Baukó Évával, hanem Kiara Lorddal. Vastapsot szeretnék kérni. Tapsold meg magad, azaz. Az a helyzet, hogy ezt a projektet majd szeretném egy picikét átalakítani a jövőben, ugye ez egy teljesen új kezdeményezés, vannak a fejemben különböző gondolatok azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnék csinálni ebből a műsor folyamból. Évával, ha minden igaz, akkor a jövőben heti egy, max. Kettő epizód lesz, az összes többi az pedig más-más tartalommal lesz majd kitöltve, látni fogjátok, hogyan is zajlik ennek az egésznek az előkészülete, a menete. Tartsatok majd velünk, jönnek a különböző izgalmasabb, izgalmas témák, és hát az a helyzet, hogy ti is lehettek a műsor szereplői, most figyeljetek! Van egy ütősztorid? Elképesztő dolgok történtek veled? Kipufognád magad valami miatt, vagy szeretnéd valamiben, például egy szerelmi ügyben kikérni a tanácsomat? Hallgatlak a nézőimmel együtt, akár telefonon keresztül. Jelentkezz a weboldalamon. Minden részletet megtalálsz a lakatoslevente.hu per elmesélem oldalon. Na, Kiara, van megbeszélni valónk. Ma nem híreket fogunk kivesézni, hanem a saját életünket, egy ilyen life update epizód lesz ez azoknak, akik egyébként kedvelik a mi kis duónkat. Mert hogy vannak, akik kedvelik. Vannak, akik kedvelik, egyre kevesebb. De ez nem igaz, ugye? Nem, szerintem. Jó. Szerintem imádnak minket. Mert ez egy dolog, hogy az Évát nem kedvelik, de hogy minket azért még igen, nem? Igen. De most hát téged is egyre kevésbé a múltkori videó után, a kis hangfelvétel után, amikor ugye kibeszéltél Évával, aztán utána ki szivárogtottad nekem a felvételt. De ez csak vicc, és ezt tudják. Ugye? Sokan nem tudják, sőt, az van egyébként, hogy még mindig jönnek a kommentek a videó alá, hogy úristen, milyen két undorító perszóna, és hogy itt kibeszélnek, és hát milyen barátok ezek. Igen, de miért osztottam volna meg? Jó, nyilván azért, mert hülye vagyok, nem? Hülye vagy. És ráadásul ugye az van, hogy megbeszéltük itt a felvétel elején, hogy akkor itt az Éva majd mondogatja a saját dolgait, Kiara kontráz rá, próbálja picikét majd is tuffolni, hogy mondja még keményebbeket. Erre Kiara beláll egy olyan témába, amiről szó nem volt egyébként, nem és volt. Aminek a kamol sincsen semmi köze, mert hogy igaz, erről is fogunk beszélgetni, mert szerintem van mit átbeszélni ezzel kapcsolatban, viszont van egy tök friss hír a Kiarával kapcsolatban, szóismétlés, bocs, mégpedig az, hogy lesz idén egy jövő évi naptára, 2025-re, az első naptára, akt naptára, tehát hogy a belső oldalakon, hogy mondják ezt, munkában nem való képek vannak, vagy tartalom van? Hát nem biztonságos munkahelyen őket megtekinteni. Not safe for work. Yeah. Igen. Igen, de hát, nagyon ízlésesek. Én a szüleimnek is megmutattam, és ők is azt mondták, hogy ez szép. Szép gyereket csináltunk. Vagy hát a plasztikai sebészek, hát, vagy mi. De anyukám azt mondja, hogy szarból nem lehet várat építeni, úgyhogy az alapanyag azért mindig is jó volt, és nagyon sokan visszasírják a mai napig, jaj, a természetes Kiarát, hogy ez sokkal jobb volt, és hogy elrontotta magát, úgyhogy... Meg a duci Kiarát, nem az a másik. Igen. Igen. Szerintem népszerűbb voltam duciként. De duci voltam? Vagy szerinted te duci kategória voltam? Terkarcsú voltál, töltött galamb. Töltött galamb? Ájj, azért ez nem hangzik jól, Levi. Jó, de pont ezzel kapcsolatban volt a megsértődésed, de erről majd beszélünk, viszont készültem egy ajándékkal neked. És milyen apropóból? Hát, majd mindjárt kiderül. Jól elrejtettem. Vonts ki szépen a kis meglepetésedet. Hát azért ez egy... Figyelj, nem, tényleg nem tudom, mire gondolja, mert... Tegnap coming out-oltam a saját Instagram csatornámon, hogy esetleg akik nem tudták, most már tudják, hogy amúgy az igazi nevem Katalin, és hogy ugye ma van a névnapom, úgyhogy lehet, hogy ez névnapi cucc? Névnapi cucc is lehet, de egyébként a Klára nevet tartom a te esetedben névnapban. Úgy van, a Messenger beátírva egy Klára. Klára üzenetet küldött. Mert sokan lekláráznak amúgy. Mert sokan nem értik a Kiarát, és akkor a Klárát írják. Lehet névnap ajándék, mert tudom egyébként, hogy szereted az ilyesmit, és hát jól is fog majd szuperálni, hogyha minden igaz a kis nagyon izgatott napjaidben, mert látod szerintem, hogy mi az, nem? Hát játszok, még nem, tudod, annyira hülye vagyok, hogy én ilyenekből még segítsek nem tudom. Segítsek egyébként? Ne. Jó, oké, akkor bontom el.
4 órával később. 4 hours later. Fordítsd meg. Ja? Ó, oh, tényleg hülye vagyok. Azt a de gyönyörű, oda nézzetek. Kicsit dönts baj, látsz, hogy a csillag. Azta, ez én vagyok. Igen, ez a naptárnak a borítója, és annyira tudom, hogy imádod szép magadat, úgyhogy a lakásodba ki tudod majd tenni. Egyébként ki is fogom. Hát, sejtettem. Ez amúgy tudod, hol lenne jó? A fürdőszobámba. Azt mondod? Ez gyönyörű. Na szóval ez a naptárnak a borítója, vagy a, szerintem nagyon szép a vagyok. Fő oldala. Ez még eléggé disztingvált fotó, ahhoz képest, ami bent látható lesz de majd. De azért nézd meg, milyen öntelt fejet vágok. Igen, ott is kélyesen nézelődik. Úgyhogy ezt a naptárat lehet beszerezni, egyébként az én weboldalamon lehet megrendelni jobb híján az én webshopomból, és lehet egyébként bundle-ben, tehát csomagban rendelni a közös könyvvel is. De gyönyörű egyszerűen, és ez a kép. Én nagyon elégedett vagyok magammal. Néha elbimbod, le van szedve egyébként, vagy az nem látszott át? Nem látszott, szerintem nem látszott át. Vagy lehet, hogy nincs is. Nincs, eltűnt? Ilyenkor így befele fordul. Leplasztikáztattad? Aha. De szerintem nagyon jó, nem? De szerintem azért egy szimpatikus lány vagyok, nem? Tehát, hogy... Mert oroszul egyébként... Ezzel egy bad bitch vagy konkrétan, de nagyon de szimpatikus. Ezt megmagyarázom, oroszul a szimpatikus szó, amikor lányoknál vagy férfiaknál használják, akkor az a külsőre utal. Tehát nem mint személy. Tehát, ja. Mit mondanék erre? Na? Szuka! Szuka! Hogyha oroszul beszélünk. Hát a tocsna. Ez egy igazi, tényleg. Szuka. De milyen hasad van, az elképesztő. Az durva, úgy, nem? Úgyhogy itt még nem is edzeti szerintem annyira rá, nem? Azért de tök szép, nem? Na. Simogatja magát, ugye, elégedett vagy. És ugye tudjuk, hogy sok lány rendelte meg a naptárat, úgyhogy én bízom abban, lányok, hogy nektek ez egy motiváció. Én meg tudtam csinálni, tényleg. Meg tudtad csinálni, de nem sokan örülnek ennek. Hát figyelj, a sikernek kevés ember tud őszintén örülni. De milyen fura egyébként a világ, nem? Hogy amikor töltött galamb vagy, akkor cseszegetnek kommentekben, meg a Redditen szana szétszednek, hogy úristen, mennyire meghízott. Ahogy lefogysz, akkor jaj, nagyon lefogyott, nagyon nem hát jó ez a forma. Hát ez most már túl, igen. A legjobb volt, hogy pont a napokban jártam orvosnál, és azt mondta, hogy egy kicsit nagyon sovány. Úgyhogy ez a... Egy kicsit nagyon sovány, igen. Tehát hogy állsz ez a testkép dologhoz hozzá egyébként? Tehát, hogy ez téged zavar, hogyha mondjuk valaki zavart-e, amikor valaki megjegyezte, hogy most éppen el vagy hízva ahhoz képest, amilyen voltál, és zavar-e, hogy most azt mondják, hogy túl vékony vagy? Figyelj, őszintén szólva, én amikor azt mondják, hogy túl vékony vagy, akkor így yes, akkor ezt érzem. Amikor leduciztak, vagy megjegyzést tettek, akkor az rosszul esett, aha. Nekem azt mondta annak idén az edzőm, amikor kipattintottam magam, hogy amikor azt mondja valaki, hogy hú, de nagyon le vagy fogy, be van esve az arcod, akkor irigy valójában, persze. Mert ő is ezt szeretné, nem? Persze. Hát és hogyha könnyű lenne, ez meg a másik, mert nagyon sok ugye áldozattal jár ez az egész. Hogyha könnyű lenne, akkor már mindenki bombatestben rohangálna. Aj, de jó lenne az élet, nem? Jó lenne. Ide-oda nézés, mindenhol ilyen bombatestű emberek rohangálnak. Nem lenne jó. Mert hát akkor... de vagy nem, jól lehetne válogatni. Hát a konkurencia is akkor magasabb. Szóval fizikailag jobban érzem magam ebben a testben, mert gyakorlatilag már nem is izzadok, tehát, mert mindig fűtenie kell a testemnek magát. Tehát nem magát. Vagy büdi. Nem, mondjuk akkor se voltam büdi. De tényleg fizikailag egyszerűen olyan vagyok, mint egy ilyen kis pehely. Könnyű mozogni, könnyű öltözni, és valahogy úgy szerintem jobban is áll, vagy hogy jobban nézek ki. Te mit gondolsz? Hát jobban is állnak a ruhák rajta. Ugye a te kiborulásodnak az oka az volt, amit ugye fel is hánytorgattál ebben a hangfelvételben, a kamu hangfelvételben. Hát mert annyira mélyen ütött. Ugye voltunk egy tartalomgyártó sessionön, nem az OnlyFans-re, hanem a TikTokra gyártottunk tartalmat, ki arra megérkezett, nekem egyébként rohadtul fájt a gyomrom aznap, tehát nagyon rossz napom volt, és megjött a kiar, és akkor jött velem szembe befelé a helyiségbe, és egy ilyen alsó részt láttam, és akkor mondtam neki, hogy ez a nadrág előnytelen rád, és ezen ő annyira megsértődött, hogy utána még sírt is a telefonba este, hogy ezt miért csinálom, és miért mondtam ilyet, pedig egyébként nem volt benne semmi rossz indulat, hanem egyszerűen az volt, hogy én nem tudom, így
barátként szerettem volna jelezni, hogy szerintem ez nem a legerősebb nadrág, amit fel tudtál venni. Csak tudod, az volt a baj még, hogy úgy mondtad, hogy hangosan és olyan, tudod, ilyen kihívóan. És a többiek előtt úgy éreztem, hogy megaláztál. Hát igen, szóval az fájó pont volt nagyon. Jó, hát akkor elnézést kérek ezért. Semmi baj, hát akkor azóta is kértem már... Jó, csak igen. Hát azóta mindig felánytorgatott, tehát olyan, hogy ez benned egy örök tüskeként így ott lenne benned. Csak ezt tudom használni. És nem tudok karosszajárást eléggé véghez vinni ahhoz, hogy megbékéljen. De már nem neheztelek rád, csak ez az egyetlen rossz dolog, amit fel tudtam hozni az éves beszélgetésben, de már nem vagyok. Nincs-e más rossz dolgom? Nincs. Na, ezt mondom, hogy egy nincs. Szent vagyok, úgy tűnik, egy angyalka. Igen, úgyhogy ez az egy ilyen kis, nem is tudom, mit volt, már nem zavar. Egyébként az is lehet, hogy az is adott egy löketet ám tudat alatt, hogy igenis. De fogd rám! Most a sok tízé néző, aki a Duci kiarát szerette, most azt fogja gondolni, hogy a Levente miatt fogyott le, ő tette tönkre az álmunkat és a vágyainkat. Lehet. Miatta nem látjuk a különböző felvételeken, ahogy lehet. Remeg a feleke. Oh. Nem volt jó, hogy remegett. Nem volt jó, nehéz volt. Az egy extra csomagként élt rajta. Egy rémáltam, amikor így mondtad, hogy várjál, fut utána most senkel. De tényleg, így Szóval azért... Jó, de az egy ilyen, nem tudom, egy ilyen... Akkor az tök trendi volt. Hát, trendi is volt, meg hogy egy... Hát az egy extra, tudod. Mert az mindig közben szólsz, te is ilyen magukéval effektusra vagyok. Azt hittem, kerested a szavakat. Keresem a szót, igen, de gondoltam, hogy megvárod, hogy ne tereld el a gondolataimat. Jó. Szóval neked ez a most leszek baj, nem tudom, nem fogok eszembe jutni a szó. Neked ez a... A szexepilem nem volt? Nem a szexepilem, veled járó ilyen nagyon mindegy, hagyjuk. Vagy ez volt az ilyen, figyelj, szerintem tudom, mit akarsz mondani, csak nagyon hülyék vagyunk ma. Igen, hülyék vagyunk, tompák vagyunk. Ez volt a te nem beazonosítási pontot, hanem na, a... Na, azaz, hát azaz. Erre gondolsz te is. Mi erre az a gondolok. Szó? Gergő, mi az a szó? Várjál. Gergőn sét eszébe, hát ő is tompa ma. Várjál, ez tudod mi? Nem tudom. Szörnyű. Jó, írjátok meg kommentben, mi egy szót kerestök, légy szíves. De értjük, hogy szóval, hogy jó, ugye ettől így megváltál. Az ismérve, nem? Valami az ilyesmi. Ismérve, mondjuk ezt, igen. Szóval, hogy ettől te persze megváltál a fogyással együtt, ugye abszolút. Ez együtt jár. De hogy te ennek örülsz, hogy ez így elment. Igen. Ez a nagy bula. Igen, örülök neki. Mert még amikor ez trendi is volt, meg úgy sokan dicsérték, akkor azért mégis úgy éreztem, hogy hát azért ez mégis ilyen, tényleg ilyen két lábon járóság, hogy így... Szóval, hogy néha ilyen ciki volt. Például, amikor normális emberek között voltam, akár egy repülőn, és akkor sétáltam, és akkor tudom, hogy így mindenki ezt a nagy segget nézi, tudod? És akkor ő kicsit kellemetlen volt. Most pedig ilyen kis magyaró popsi, tudod, így nem zavar senkit. Úgy... De visszahozta az árát annak idején. Vissza, persze. De viszont a belefektetett szenvedést... Mm-mm. Nem kárpótolt az összeg, amit termeltél vele? Nem. Egyébként okay. Nehezebb volt vele dolgozni, például ilyen hátsó bejáratos jeleneteket, mert... De tényleg? Tényleg? És a férfiaknak a nemi szerve kisebbnek látszódott a nagy fenekem mellett. Most viszont egy kisebb szerszámú férfinak ez is nagyobbnak tűnik. Ez volt az igazi bealázása a férfiaknak, tudod? Ez volt. Elbírsz ezzel a bulával, hát vagy mert nem? Mert így becuppantotta őket ez a massza, tényleg ilyen... Főleg az arcukat, mi? De tényleg, és ez, én rendesen kellemetlenül éreztem magam, hogy baszki, hogy így megfojtom, tudod? És mondják, hogy, nem így, itt hogy pont ez a lényeg, hogy így széttrancsírozz a nagy valagaddal, én meg így... Tök ciki volt. Na mindegy, okay, de ez szerinted nem te leszel vala elégedett a külsőddel? Én most elégedettnek tartom magam, csak úgy még mindig így boostolom, vagy szeretném a lehető legjobbat kihozni belőle, minimum megtartani a mostani állapotot, de hogyha lehet, akkor még csinosítani, még előnyösebb dolgokat. Például most már egy fél éve befejeztem a hajamnak a teljes szökítését, most már csak melírozzuk. És hát most nem a hajadra gondoltam elsősorban, hanem a tested minden más pontjára, mert ugye én attól féltelek téged, mint barátok, de ezt elmondtam neked már szerintem telefonban is, meg személyesen is, hogy át fogsz esni a ló túloldalára, és lesz egy ilyen... De én viszont szoktam neked mondani, hogy szólj, amikor úgy látod, hogy mondjuk ez már bohócra. Egy ilyen bohóc fejed, igen.
Tehát, hogy légy szíves, szólj, hogyha úgy van, meg én azért bízom az édesanyámban is, hogy, tehát, hogy azért szólnak, hogyha, de remélem, hogy én azért még reálisan, objektíven látom, ami a tükörben van. Jó, de most fogsz menni orrműtétre, ugye ezt most itt először mondod el, a harmadik orrműtétre. Egyébként nem fog leesni? Voldemortnak? Hát figyelj, de csak... Hogy Michael Jacksonnak volt csak, ilyen proténzisem, ja, csak reménykedni lehet, hogy nem. De elsősorban abban reménykedem, hogy fölébredek, tudod, a műtétből. Rossz érzés kimondani, meg ilyen gáznak tartom, hogy harmadik orrműtét, mert tényleg soknak tűnik, hogy miért most egy orrműtét, nem elég? Lányok között van egy ilyen mondás, hogy egy orr, nem orr. Tehát, hogy egy orrműtéttől ne várd azt, hogy tényleg olyan lesz, amilyet szeretnél. Az a helyzet, hogy nem olyan lett, amilyet én szerettem volna. És most külföldön fogom megcsináltatni, ahol elvileg erre specializálódtak, hogy az úgynevezett vastagabb bőrtípusú, ez a Shrek orr, ezt úgy szépen kicsúcsosítják. Shrek orr. Igen. De hogy azt is el kell mondani ebben a körben, hogy itthon nem csinálta meg a plasztikai sebész, az orrspecialista az orrodat. Azt mondta, hogy nem kell ez már hozzányúlni. Hát ő azt mondta, hogy ő már nem fog tudni ezen alakítani. Tehát ez volt az igazság inkább. Aminek örülök, hogy őszintén elmondta, hogy ő ezt, hogy ő kihozta belőle a maximumot, és tehát most azért ne feküdj ebbe még egyszer, mert nem fog nagy változás történni. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megcsinálni. Most milyen lesz ilyen hegyes? Hát figyelj, én nagyon reménykedem, hogy... Tehát hozzányúlok és megszúrja az ujjam begyét? Hogy hegyes lesz. Hát fölfele álló, tudod, turcsi orr, és hegyes és pici. Tehát Barbie orr. És ez nem lesz már divat? Akkor mit fog csinálni? Mindig szép lesz. Tehát a szép orr az mindig divatos lesz. Igen. Vagy szép? Persze. Nem hiszem, hogy divat kérdése ez, hanem egyszerűen ez a legesztétikusabb orr, ami létezik. Jó, szerinted. Na és figyelj, orrműtét, utána még mi lesz a következő? Lesz következő? Nem tervezem. Na megállsz? Figyelj, annyira sok műtétem egyébként nem volt. Tehát te most nem tudom, mire gondolsz. Hát hogy... csak állandóan figyelgeted, hogy akkor ilyen beavatkozás, olyan, ide töltök, oda töltök. De hát ez nem műtét a... Akár, tehát az ízét is nem ilyen áll csúcsimplantátumot, nem? Igen, szerettem volna, de nem jött össze. És letettél róla? Hát mivel itthon nem lehet megcsinálni, úgy igen, letettem róla. Mert most ugye töltve van az állam, ez, én azért akartam az implantátumot, hogy ne kelljen többször tölteni. Tehát ez egy végleges dolog. És ez a baj ezekkel az esztétikai, vagy baj, beavatkozásokkal, hogy ezeket ismételni kell annak érdekében, hogy ugyanolyan maradjon. Ugye a botox, meg ezek. Szóval én egyébként abszolút inkább a plasztika híve vagyok, tehát szerintem már amúgy így varhatnánk egy kicsit az arcomon, ahelyett, hogy így töltögetjük meg, nem tudom, de egyelőre azt mondják, tehát lebeszélnek róla a sebészek, és hallgatok rájuk. De mondom, bízom benne, hogy ha esetleg gáz, akkor azért szólsz. De, szólok. De én például úgy gondolom, hogy a Kelemen Anna az már egy tényleg eltúlzott, és tehát nem, számomra nem, tehát nem úgy esztétikus, én nem szeretnék azért úgy kinézni, mint ő, és szerintem én egy sokkal természetesebb benyomást keltek arcban legalábbis, mint ő. Vége nagy szerelemnek? Ez egy nagyon rövid románc volt. Volt közös tartalmatok. Volt közös tartalmunk, aztán több nem lett, mert az Anna szerintem gyerekesen viselkedik. Ó. Ja. Szóval, hát ő komolytalan, sértődékeny, olyan dolgok miatt, ami pusztán a professzionalizmussal kapcsolatosak, úgyhogy nem lehet tudni, lehet persze, hogy még majd összesodor minket az élet, mert egyébként jót ment. Újra összecsókolóztak, mi? De ő szerintem nem szeret csókolózni. Azt mondod? Hát nem az a típus? Próbáltam úgy megcsókolni, de úgy inkább a felcsatolhatóval, mi? Inkább úgy kihátrált belőle. Lehet, hogy idős volt a szád, nem? Nem. De hülye vagy. Nem, hanem hogy elkenődik a rúzsa, tudod. Ja, értem. De én viszont ilyenkor úgy vagyok vele, hogy azért, ha szex, akkor
akkor azért... Legyen benne passion. Hát legyen. Tepeljük le egymást. More passion. More passion. More energy. Tehát akkor valamennyire mocskos azért legyen. Nem azt mondom, hogy így kenjük szét egymás szemfestékét, de most egy kis szájfény, kicsit maszatos, meg tök cuki, amikor így itt van egy ilyen csóknyom. Nem tudom. De ő mondjuk nekem, tehát az a példa, ami én nem így akarok. Izgulsz a műtét miatt? Nagyon. Mindig izgulok. Egyrészt várom, de ezért mindig ott van bennem, hogy és ha nem kelek föl, tudod? Valami komplikáció. Hát azért többen túlélték ezt már, nem? Igen, de van aki nem. Volt, szóval... aki belehet egy orrműtétbe? Nem az orrműtétbe hal bele. Az altatásba értem, de hogy valahol volt ilyen, aki az altatásba belehalt. Már azt tudjuk, hogy a fenékfeltöltésben, a brazil töltésbe halt bele már ember, nem is egy talán. Magyarországon is halt meg valaki, uh-huh. Azt hiszem, hogy angol nő. De hogy az orrműtétnél az altatásba haltak bele emberek. Persze. Tehát minden, ami mély altatás, az mindig egy rizikó. Szóval nagyon fontos, hogy az anesteziológus tényleg ott legyen és figyelje végig, hogy mi történik. Szóval azért is nagyon fontos, hogy betartsa az ember azokat a szabályokat. Nekem mondták, hogy 2 héttel a műtét előtt függesszem fel az összes vitamin szedését, hiába vitamin, de hogy ne külön alapanyagokra, hogy ginzeng tartalmú ételeket ne fogyasszak, és hogy mindenről nagyon őszintén számoljak be, hogy milyen állandó gyógyszereket szedek, mikor lehet utoljára enni. Nagyon fontos, hogy ott helyben lemérnek, szóval ez nem vicc, úgyhogy... Ja, és ez egy nagy dózisú igazából, ugye ilyen méreg, ami elárasztja a szervezetedet, szóval megterhelő mindenképp, és utána több nap a lejövő, hogyha ezzel a szóval akarunk élni. Tehát jól bedrogoznak, utána le kell róla szoktatni, hogy ne igényel egyfolytában. Egyébként mámorító, de ezt már mondtam neked, hogy... Igen, aztán meg felkeltél, amikor a fenekedet töltötték fel. Az szörnyű. Na, az nem volt mámorító. Nehogy egy orrműtét közben is felkeltél, hát, tudod. És itt nem, nagyon remélem, hogy nem. De amikor beszúrják azt a bizonyos altatót, akkor az egy ilyen eufórikus, álomszerű, tényleg zuhanás. És utána úgy kezd, hogy azt mondtam, milyen jót aludtam, rá egy órára meg így, úristen, a fejem szétszakad, meg be lesz kötve, ilyen patkókötés, egy napig semmi levegőt nem fog kapni. Arra emlékszem, hogy gyerekkoromban műtöttek, nem mondtam, hogy mivel műtöttek gyerekkoromban, és anyuik ragaszkodtak, hogy hazavigyenek aznap este, és ahogy felkeltem, próbáltunk kimenni, és ugye, csuklottam össze a lábammal, nem tudtam a saját lábamra ráállni az altatótól. Nekem ez az altatós emlékem. Nem emlékszel rá, hogy milyen volt, amikor elaludtál? Hát nem, egyik pillanatról a másikra történt valójában, tehát ilyen dir. Igen, de van egy pár másodperc, van azért egy pár másodperc. Hát lehet, hogy jobban be voltam szarva, mint hogy a zuhanásra koncentrálják, de azért néha elgondolkozom azon, hogy lehet, hogy jót tenne egy hetes kórházi kómatod, egy ilyen csinált kóma, és tényleg, kipihed egy ilyen magad. Mesterséges igen, kóma, és utána... Kipihed magad, és utána minden jó legyen. Nagyon durva, nem? Uh-huh. Nagyon ez tetszik. Ez egy piaci rész szerintem, csináljuk meg. Csináljuk egy olyan klinikát, ahol ilyen mesterséges kóma szekciókat lehet összehozni, és akkor oda be lehet feküdni az embereknek. De tényleg ilyen kapszulába. Hétre, és akkor ott... Hát így lehibernálódsz. És akkor ott mély altatásban elvegetálsz 1-2 hétig. És milyen jól le lehet fogyni ez alatt, az 1 hét alatt? Nem eszel? Csak infúzióval táplálnak. Hát de azt csak tudod. És akkor egy szakszendával. Tele nyomnak mindennel. Na figyelj, hát nem tudom, mit kell ilyenkor kívánni egy orrműtét előtt? Nem. Kéz és lábtörést. Hát jó, de hát orrtörést kívánok. Egyet törik az orrodat, gondolom. Hát nem tudom, hogy ő most fogja eltörni, tényleg. Hát, hogy az ívet csináljon bele, nyilván az kell, nem? Vagy ez protézis, mivel csináljon nem bele tudom, az ívet? Hogy mi lesz. Nem is akarod tudni. Igen, jobb is, hogyha mi nem tudjuk, csak hogy legyen szép. Hogy készül a kolbász? Ja. Figyelj, sikeres műtétet kívánj, hívlak, amikor magamhoz igen, tértem. Igen, kíváncsi vagyok utána a képekre, amikor jönt, hogy össze lenne verve az orrod, és tiszta kék-zöld volt vagyok. A fejed. Nagyon kíváncsi vagyok én is. Hát és egy hetet várnom kell, addig városnézek. A bevert fejjel. De ott mindenkinek be van verve a feje Isztambulban. Ja, de azért mennek oda az emberek igen. Orrot hajbeültetés, fog, orr és popsi. Bula. Bula. Úgyhogy gondolom a visszafele gépen, hát nem egyedül leszek. Ilyen, okay. Tényleg bolond.
Na, és akkor még egyszer naptár rendelés az megy a weboldalamon, a naptár exkluzív, hiszen Kiara Orra utolsó képeken, igen. De amúgy szemből jól néz ki. Utána más lesz, tehát aki le akar erre csapni, erre a kis, nem tudom, relikviára, az mindenképpen rendelje meg a weboldalon, lehet a könyvvel együtt rendelni, akkor olcsóbb bundle-ben, ezt pedig akkor vidd haza majd magadhoz, és tedd ki a fürdőszobába, hogy magadat bávod, miközben a tusikálsz. De tényleg? Tök szép. Szerintem így is látsz. Nézd, hogy milyen izmos. Izmael. Na jó, ez most már az OnlyFans tartom, ezt lassan így tett közül. Na, jövünk legközelebb, Kiara pedig megy el, és műteti a zavarvát. De majd jövök. Évával híreket fogunk kibeszélni a következő epizódban. Nézzetek minket!